Folytatódik az egyenes beszéd. A vonalban Jászapátiból Budai János. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön az, aki felvette videójával vagy telefonjával azt a közmunkást, aki megpróbált a Fidesz számára öntől aláírás gyűjteni, ugye? Így van, így van. Most azt mondja meg nekem, amikor valaki becsönget, nem tudom, van-e önnél kaputelefon? Nem, nincsen. Nincsen. Akkor kiment, becsönget, kiment, gondolom, megnézte, hogy ki az, aki csönget, ugye? Így van. És akkor, amikor meglátott egy közmunkás egyenruhát, akkor előkapta hirtelen a telefonját, vagy tulajdonképpen miért csinálta meg ezt a felvételt? Ez nem így volt, szerkesztő úr. Tehát Jászapátiról tudni kell, hogy egy vidéki kisváros, én magam egy csendes utcában lakom, és hát szokatlan jelenség, hétfőn pihenőnapomat töltöttem idehaza, amikor az utca túloldalán meglátom az önkormányzat két alkalmazottját sétálni, és itt szeretnék pontosítani, az egyik személy az önkormányzat alkalmazásában lévő egyetlen közterületfelügyelő volt, a másik pedig tudomásom szerint a közmunkaprogram vezetője. És hát ugye szokatlan jelenség, hogy ők is sétálnak, mindenhová becsengetnek egy mappal kezükbe. És hát ez keltette fel az érdeklődésemet, tehát én készültem erre, összekapcsoltam, hogy miért? Igazából ugye azt, hogy tudtam, hogy kezdődik az aláírásgyűjtés, a támogató aláírásgyűjtés. Tartotta a telefonját, hogy ha majd becsöngetnek, akkor előkapja, és gyorsan lefilmezze őket. Így van. Aha. És akkor került sor erre a szóváltásra, és akkor gyakorlatilag, hát akkor derült ki, hogy egyrészt 4 óra 1 perc van, tehát neki már lejárt a munkaide, nyugodtan tud aláírásokat gyűjteni, másrészt pedig a másik ember meg elmondta, hogy szabadságon van, akkor önnek mi köze hozzá, hogy aláírás gyűjt, ugye? Ez így volt, de hát, mint mondtam önnek, láttam, hogy a másik oldalba sétáltak, és ez körülbelül egy 3 órával korábban volt, mint ahogy hozzám becsöngettek. Uh-huh. És amikor a szóváltásnak vége volt, vagy a felvételen látható, hogy hogy fejeződik be, akkor ez a két úriember felfüggesztette a tevékenységét. Holott még az utcában jó pár aláírást begyűjthettek volna. Ha nem volt semmi félnivalójuk, akkor vajon miért tették ezt? Mi volt ennek a jele, hogy felfüggesztették a tevékenységüket? Visszaszálltak az autóban, mivel bejöttek az utcába és elhajtottak. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. További szép estét önnek. Nagyon szívesen. Önnek. További szép estét önöknek is. Köszönöm.